Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Muzsikus Rádió és a Tollal Irodalmi és Kulturális Magazin közös műsora a Diktafon, és mellettem hűséges fegyvertársam és képzelőtársam Tuska Balázs, Tamás. És jó estét mindenkinek! Szeretettel köszöntöm vendégünket, dr. Mezény András ügyvédet, aki egyébként most nem jogi oldaláról fog megmutatkozni, és szeretettel köszöntöm a feleségét is, aki szintén jelen van a stúdióban. Köszönöm szépen, jó estét kívánok én is mindenkinek. Én már nem emlékszem, hogy mikor, és arra se, hogy hogy. De az interneten keresztül ismerkedtünk, a Facebookon keresztül egészen konkrétan. Tényleg semmit nem tudok, hogy ez hogy történt. Viszont hihetetlenül aktív vagy a Facebookon, ami ugye a Budapestnek, nem csak Budapestnek, általában a régi fényképek, tehát településeknek régi fényképei, illetve régi zenék, ügyvéd vagy, ahol korlátozottan bár, mert ugye ott nyilván a szakma behatárolja, hogy mibe élheted ki magad, de ki élheted magad. Ez egy exhibicionizmus, népnevelő szándék, vagy ezzel a kettővel egy picit megfűszerezett egyszerű szórakozás? Hát én azt gondolom, hogy javarészt exhibicionizmus, volt honnan örökölni, édesanyám is és édesapám is színművészek. Édesapám már meghalt egy pár éve, ő Mezei Lajos volt, és vidéki színházakban játszott, majd élete végén a Nemzeti Színházban. Édesanyám Kéri Edit színművésznő is főleg vidéki színházakban játszott, de a Nemzeti Színház tagja is volt. Hát ezt én nyilván örököltem, ezt a hajlamot, ezt a vénát, gyerekkoromban már ilyen színjátszó szakkörökben játszottam. Aztán az élet ugye elvitt másfelé, jogász lettem. Nem mint hogyha olyan gyerekkortól induló elhivatottság vezetett volna erre, hanem inkább a praktikum. Annak idején az volt mindig az első számú kérdés, hogy miből tud az ember felvételizni. És hát se kémia, se matematika, semmilyen reál tár nem állt közel hozzá, maradt a történelem, irodalom, és hát a jogi egyetemen ez volt a felvételi tárgy. Ezt most úgy mondtad, mint hogyha ez a világ legkönnyebb dolga lett volna, azért ott mindig a SOTE, a művészeti iskolák, a SOTE és a jogi kar vetekedett a túljelentkezési arányban egymással. Tehát azért attól, hogy magyar és történelmi közelebb állt hozzád, még nem volt egyszerű bejutni. Hát 1970-et írtunk, amikor én érettségiztem, és ahhoz, hogy a vonzó szakmákat leírjuk, nem csak az egyetemi felvételikről kell beszélni, mert szerintem egy benzinkutas vagy egy kamionos szintén nagyon vonzó volt, vagy egy autószerelő abban az időben, hogyha kizárólag az egzisztenciális oldalát nézzük. Hát a nőgyógyászok a toppon voltak, és hát az ügyvéd, mint olyan, az egy ilyen nagyon kívánatos és egyben elérhetetlen szakma volt sok fiatal szemében, mert nagyon nehéz volt oda bekerülni. Ugye mai fiatalok már nehezen értik azt meg, hogy ma a törvény felsorolja, hogy egy szakmához milyen feltételeket kell teljesíteni, és akkor bárki folytathatja azt a tevékenységet. Akkoriban azonban ez egészen másképpen volt. Az igazságügyi miniszter diszkrecionális jogköre volt, tehát saját maga döntött el, hogy személy szerint kit nevez, tehát nem kinevez, de hogy kinek az ügyvizá. Tehát hol vagyunk még az ügyvédi bejegyzéstől, amikor a 1970-ben egy hármas közepes gimnázium érettségivel a hátam mögött kellett volna elinduljak a világba valami fajta hivatás megszerzése felé. Hát egyáltalán nem ilyesmi kötötte le a gondolataimat akkor. Gyakorlatilag ez a hármas érettségi ez eldöntötte azt is, hogy komolyabban nem kell foglalkoznom egyetemi felvételikkel, mert esélyem se volt sehova. Így aztán a Színház és Filmészeti Főiskola, akkor még főiskola filmrendezői karára jelentkeztem, és néha előfordult, hogy hármasban készültünk a felvételire, Baksasús Jánossal, a Kex együttes akkori frontemberével, és Hobóval, Földes Lacival, a Szabó Ervin könyvtárban, ahol a Laci akkoriban dolgozott. Nekem akkor már kezdett nőni a hajam, és kérdeztem a
a fiúkat, hogy mit gondoltok, vágjam le a hajamat a felvételre. Azt mondta a hobó, hogy fölösleges, úgyse fognak fölvenni, és hát úgy is lett. Sajnos egyikünket se vették fel, de Bódi Gábort, aki később a barátom lett, szegény Gábort, akkor vették föl, a filmrendező Bódi Gábort, igen, a Pszichének a és több más nagyszerű filmnek az alkotóját. Emlékszem a filmjére. Egyébként említetted Baksosos Jánost, a fia az mikor? Egy olyan másfél hónappal ezelőtt volt pont abban a székben. Igen, örömmel volt. Látom, hogy a srác építészeti dolgokban is, ha jól tudom, irodalomban is, és zenében is, igen, klassz dolgokat mutat fel. Tehát örökölte az édesapja tehetségét, úgy tűnik. Azt mondtad, hogy 70-ben érettségiztél, és ugye a 70-es évek Magyarországon egy különleges korszak volt. Zenében mindenféleképpen. Én azt hiszem, hogy ha leszámítjuk a közvetlen mostani időszakot, akkor jártunk legközelebb a világzené élvonalához, ami a rockzenét vagy a jazzzenét illeti. A klasszikus zenében mindig. Így van, én is így gondolom. Hát ugye mindig muszáj egy kicsit messzebb és visszább menni. A mai világnak az úgynevezett idézőjelbetett könnyű zenéje, ugye ezt mindannyian tudjuk, a 19. század végén kristályosodott ki az amerikai Egyesült Államok déli területein, elsősorban fekete zenészek jóvoltából, egy ilyen fehér és fekete ötvözet jött létre, bluesként, aztán jazzé fejlődve, majd ebből a különböző könnyű zenei irányzatok, ami egész végül a rock and roll zenéhez vezetett el, ha jól tudom, 1945-ben szólalt meg az első elektromos gitár, ezt kevesen tudják, Muddy Waters kezében, tehát hajlamosak vagyunk mindig a saját korunkba gondolni a nagy forradalmakat, és bizony, amikor én megszülettem, akkor már 7 éve szólt az elektromos gitár. Látom, hogy szkeptikus vagy. Igen, én 30 valamikor lépol. Akkor lehet, hogy ezt rosszul tudom, akkor lehet, hogy... De... Lehet, hogy ebben van egy különbség, hogy csak egy kikapott főrrott. Én ezt eddig így tudtam. Talán Charlie Christian, ő viszont a Fenderrel, és ő már Benny Goodman zenekarába. Látod, hogyha most sportriporterek lennénk, akkor ki lehetne egy laptop nyitva, és már is a Wikipédián néznénk, hogy ki a király közelünk. Nem királyságról. Természetesen. Azért kérdeztem pont vissza erre, mert mint mondtam, az egyik, ami aktivitásod a Facebookon, ennek a korszaknak a zenéjét osztod meg a ismerőseiddel, ismerőseid. Én azt gondolom, hogy megosztom, az talán egy kis túlzás, hiszen bármelyikünk bármikor hozzáférhet ezekhez a zenékhez. Hozzáfér-e magától, vagy csak innen igen, ismeri hát meg? Ez a kérdés, hogy nem csak az, hogy innen ismeri meg, a saját kortársaim is néha elcsodálkoznak számokon, mert úgy tűnik, hogy az emlékezetből kiesnek dolgok, és talán ebben én egy kicsit különbözöm másoktól, hogy nekem nagyon megmaradtak, nagyon beégtek az agyamba ezek a számok. Visszatérve az előbbi gondolatra, én azt gondolom, hogy amíg a világ nyugati felén ez a zenei, könnyű zenei fejlődés, ez egy ívű dolog volt. Nálunk ugye a politikai háttér és történelmi háttér miatt ez valahol 56 után volt arra lehetőség, hogy a magyar könnyű zenei élet egy kicsit bekapcsolódjon a nyugat-európai vagy észak-amerikai könnyű zenei világba. 56 előtt is, az 50-es években is voltak természetesen jazzklubok Magyarországon, de hát... ezek nagyon kis körben mozogtak, nagyon kevesen tudtak róla, és 56 után, hát ugye, ha jól tudom, a Benko, Dixieland talán 59-ben kezdtek, vagy 58 év, körülbelül ilyen tájban. Így van, körülbelül igen. És hát én azt gondolom, hogy ez a zenei forradalom, ami az én korosztályomat, tehát ugye, a korosztály az egy tág fogalom. Én 52-es születésű vagyok, de hát nyilván odasorolom magam azokhoz a 44, 45, 46, 47-ben születettekhez, akik Magyarországon az első úgynevezett beat zenekarokat alapították, mert azok bizony nálam egy pár évvel idősebbek voltak, és akkor az nagyon sokat számított, hogy én mondjuk voltam 1962-ben 12 éves, és mit tudom én, az Illés Lajos meg volt mondjuk 18 vagy 20. Tehát én, mint kisrác figyeltem a barátaimmal azt a zenei robbanást. Amikor én még kisrác voltam, most őket idézik. Igen. És tényleg fantasztikus volt az a robbanás nekem és nekünk, mert mi nem tudtunk sem a Louisiana állambeli 100 éves előzményekről, vagy közel 100 éves előzményekről, nem tudtunk
a 20. századi jazz vonulatról, nem tudtunk igazából sokat, hát a korunknál fogva a rock and rollról, és ezeket az összefüggéseket még nem láttuk. Én csak arra emlékszem, amikor 1963-ban, 11 évesen életemben először meghallottam az első Beatles számot, amit én meghallottam, az a Love Me Do című számot, és akkor éreztem, hogy ez valami egészen más, mint amit idáig hallottam. Ugyanakkor pont tegnap, vagy tegnap előtt rengeteg Sirius raktál fel a... És utána még megemlékeztél az akkori zenészekről, Pap Gyuláról, Török Ádámról, német... Karcsiról. Most mondjuk Török Ádám és német Karcsi ma is aktíve, a Pap Gyulát nem tudom, hogy aktíve most. De hál' Istennek, igen. De néha szoktam csak látni őt koncerten, tehát... Ennek két oka volt, tehát az Orszácki Miklósra, Jackie-re való megemlékezés az részemről egy folyamatosság, egy folytonosság. Tehát őrá én szerintem nem lehet elégszer emlékezni. Az biztos, egészen biztos, hogy ez egy szubjektív kérdés, hogy ki mit vagy ki tart a legértékesebbnek bizonyos dolgok közül. Én a magyar könnyűzenei élet belül, és azon belül is a rockhoz kapcsolódó, mert ugye itt nem a sláger zenéről beszélek, és ezt most nem pejoratív mondom természetesen. Én azt gondolom, hogy a számomra legalábbis csak néhány olyan érték van, amit 50 év távlatából is érdemes megtartani. Én a szívem szerint legszívesebben csak is és kizárólag kortárs zenéket hallgatnék. Ebben én is hibás vagyok, hogy nem azt hallgatom, mert nyilván, hogy a korosztálybeli különbségek miatt hát kevesebb alkalmam nyílik ezeknek a megismerésére, de azért nem zárkózom el egyáltalán. De hát mégis úgy gondolom, hogy bizonyos dolgok bizonyos mértékben és ilyen elementáris erővel akkor zajlottak le. Tehát én azt gondolom, hogy a mai kortárs könnyű zene is még javarészt, vagy jó részt, vagy nagy részt építkezik az ilyen Orszácki Miklós féle embereknek a tevékenységéből, ami persze közvetítette felénk az egész amerikai és brit szellemet. Na most Orszácki Miklós pedig egy elfelejtett személyiség, nem a közönsége által elfelejtett, hanem valahogy a hivatalok, a hatalmasságok, a politika által mellőző személyiség, és ami külön bántó és külön sértő, hogy 1990-től, tehát a rendszerváltástól, mert ha azt mondjuk, hogy az előző rendszernek az ellenkező értelmű kiválasztása miatt ő ebbe nem kerülhetett bele, ebbe a kiválasztott körbe, és itt most nem kívánok neveket mondani, mert ott is voltak nagyszerű zenészek, de ugye egy Orszácki Miklós ebből kimaradhatott, az az elmúlt rendszer, mármint a rendszerváltás előtti rendszer bűne, azonban, hogy 1990-től haláláig 2008-ba halt meg, hogyha jól emlékszem, tehát 18 évig egyetlen egy kormány alatt egyetlen egy kulturális vezető sem gondolta azt, hogy Orszácki Miklósnak kellene valamilyen kitüntetést adni, el kellene ismerni az ő munkásságát, és még a halála után sem jutott ez eszébe senkinek. Ez számomra rávilágít arra, hogy Magyarországon sajnos a zenei és a kulturális vezetők, akik díjakat ítélnek oda, és életsorsokat, életutakat méltányolnak, és jutalmaznak, és akiknek a dolguk és a hivatásuk az lenne, hogy a megfelelő életutakat megfelelően jutalmazzák, nem nagyon törődnek ezzel. Nekem erről az jut eszembe, hogy én általam a legnagyobb fúvós zenésznek tartott Jiří Steven, ugye egy cseh zenész, a születésnapján... Nem, cseh. A születésnapján ott volt Václav Havel és a cseh kulturális miniszter. Sőt, még az amerikai nagykövet is megtisztelte azt a koncertet. Azért ettől mi még messze vagyunk. Hát ebbe valószínűleg az is belejátszik. Ez egy régi vita a magyar értelmiségi berkeken belül, hogy a cseh kulturális élet és a magyar kulturális élet viszonyulása. Magyarországon igen jelentősek a bohemisták, tehát a cseh kultúrának a hívei, és valamilyen mértékben amatőrként én is, a szívem szerint legalábbis vonzódom oda, hát sráckorunkban a prágai utak azok zarándok utak voltak, az egész millió, nem csak a sörözés, meg az egyéb körítések, a jazzklubok, hanem minden. Minden, igen. Hát ugyanúgy, ahogy a polónia, a lengyel dolgok is megvoltak mellette.
Tehát kétségtelen az, hogy Csehországban és Lengyelországban a jazz kultúra az nagyobb cipőben jár, mint nálunk, és valószínűleg a megbecsültsége is, és a társadalmi elfogadottsága is nagyobb. Én azt gondolom, hogy ez ezt mutatja, és ezt látjuk viszont. De hát azért, mégis, hogyha bármelyik magyar értelmiségét megkérdezed, akár a humán, akár a reál területről, te vannak etalonok, tehát az, hogy a magyar jazz jó, és nagyszerű képviselői van, és egyre mindenki, jobb. És egyre jobb. Bár, hagyd ne mondjam, de jó, biztos így van, de ez mit kicsit azt sugallja, mintha 1960-as évek végén nem lett volna egy fantasztikus, pezsgő jazz világ. Tehát nem tudom, hogy jobb vagy nem jobb. Ez olyan, mint a sportban a fejlődés. A korának megfelelő fantasztikus színvonalon áll. Egy dolgot én a magam részéről úgy látok, hogy a jazz zenészek ugyanolyan jók, vagy akár még jobbak is, mint voltak 30-40-50 évvel ezelőtt, de a jazz közönség az szűkült, én azt gondolom. Tehát az építők klubja a Petőfi Sándor utcában minden csütörtökön este rogyásig megtelt, és ez nem, és további jazz klubok voltak. Most is vannak jazz klubok, tehát azt látom. Sőt, több is. Több is van, csak kicsi a látogatottságuk. Egzisztenciálisan nem nyújt a zenészeknek semmiféle biztonságot, és ahogy keletkeznek, úgy halnak el. Tehát nincsenek bejáratott jazz klubok, hogy 15 éve, 20 éve, 30, nehogy Isten 30 éve. Tudjuk, hogy a Rádai utcában van egy jazz klub, és érdemes oda menni, mert egyik bedől a másik után, megint nyit valaki optimista jazzpártól egy klubot, az megint működik 3-4 évig, aztán sajnos megint bezár. És azok a támogatási csatornák pedig már nincsenek meg, amik az átkos szocializmusban azért megvoltak a könnyű zenészek számára, hogy állami megrendelések, gondolva itt a önkormányzati, akkori tanácsi és egyéb koncertekre, turnékra, lehetőségekre. Az Ori az összes átkával együtt és elátkozottságával együtt azért az valami volt. Most nem tudom, hogy az Ori helyett van-e valami. Én nem értek hozzá, nem vagyok benne. Tehát, hogy a zenészek, a beat zenészek és a jazz zenészek, azok a Vörösmarty téren ültek egész nap az Ori székházban, és akkor, hogyha leesett valami, akkor ott voltak, és akkor ott lehetett keverni, kavarni, szerezni egy koncertet, zenekarok alakultak, stb. Nem tudom, hogy van-e most ilyen élet, vagy ilyen helyek vannak-e, ahol összejöhetnek, és valamit remélhetnek a helyzettől. Hát itt valami élet van itt a Muzsikus Rádióban, mert itt a próbatermek mellett jöttünk végig, és egyebek, viszont a jazzklubokról volt szó, majd akkor a Bercsényire egy picit visszatérünk, meg a korabeli klubokra. Most lesz egy kis zene, a Sirius együttestől az Ördög állatszos bája, és aki ezt a szerzeményt a hasonló című lemezről ismeri, amit ugye eredetileg Ausztráliába adtak ki, és nálunk a licenszjogot vették meg, és gyalázatosan kevés példányszámba adták ki még másodszor is. Annak örömet tudok okozni, mert ez nem az az Ördög állatszos bája, ez egy másik változat, amit az utolsó Sirius koncert, ami történt. Margit-szigeti? A Margit-szigeti. 2001, azt hiszem. Ez akkor készült. Ran off from my company, sister.
that man there, his name is Jack, the murderer of nine. The court had finally suffered schizophrenia. My dad worked from 9 to 5 and sentenced the end there. The man found the murder. Ez egy érezhetően más változat volt, mint ami a stúdió lemezen jelent meg, hanem ugye beszéltünk az akkori klubokról, az egyik emblematikus klub az pont a Bercsényi klub volt. Gondolom, jártál oda te is. Hát igen, nem egyszer, nem kétszer. De először valamit azért szeretnék tisztázni, mert a hallgatók, tehát nehogy félrevezessük őket szándék nélkül, vagy jó szándékkal, hogy én nem vagyok. A Bercsényi utca az később volt, most évszámot nem mernék mondani, de hát az is úgy 68-69 körül talán, vagy valahogy így, amikor én oda elkezdtem járni. De nem a Siriusra kezdtem el járni, hanem egy Tomastic nevű együttest. Igen, az később volt, tehát önnek vissza kellett még jönni Ausztráliából, hogy a Bercsényibe utána játszassanak. Igen. A Bercsényinek az volt a jelentősége, hogy baromi nagy volt, és rettentő sok matracot oda beraktak, amire leheveredtek a delikvensek. Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, innen folytasd majd, de említetted, hogy nem zeneesztétes, én is, mint a korszak átélőjét és tanulját hívtalak ide meg, a tornamatracok, a zsíros kenyér lilahagymával, vagy uborkával. És a lítyós bor. A lityos bor és a villámhárítón való bejutás. Hát természetesen, és régebben ugyanis a nyakkendő kiadás volt, és a tagsági kiadás. Igen, ez az FMH-ban volt. Itt meg a rendezők segítettek azoknak, akik a villámhárítón másztak fel, hogy bejussanak a... Voltak még jó rendezők. Terembe. Igen. Természetes. Ugyanez volt egyébként a Bemrak parton is egy időszakban. Tehát az elején, amikor én elkezdtem ilyen klubokba járni, tehát mondjuk ha jól emlékszem, hogy mit hazudtam 65 körül, akkor még nyakkendőben, fehéringben és öltönyben lehetett csak ezekre a helyekre bemenni. Igen fontos, hogy délután 5-kor kezdődtek a bulik, és 8-kor már véget is értek. Tehát azért csínyán lehetett bánni hangerővel, mindennel. De az Atlasz együttes például egy Rockers című számmal zárta minden este a blokkokat. Az elején mindig a Shadows-zal kezdtek. A Shadows lassú, szerelmes számok voltak azok a számok, amik beindították a közönséget táncra.
és aztán, amikor már fölmelegedett a közönség, akkor kezdték a Stones-okat, a Pretty Things-eket, egyebeket nyomni, és a végén volt ez a Rocker című saját szerzeményük, és utána egy Romántánc című számot játszottak el, tehát az volt a végső-végső újrázási zárás. Hát talán így a mikrofonban nem is mondanám bele, az volt a lényege, hogy nagyon vadnak tűnt akkor, hogy valakinek az édesanyját szitták a szám végén többször, és akkor egy televízió meghívásukra kerekedett sor, és akkor kérdezték a törzstagok, hogy gyerekek, hát akkor ezt hogy fogjátok a tévében nyomni a végén? És akkor az lett a vége, hogy a hely-hely bevezetés az maradt, de az anyázás helyett egy egészen lágy kis dolgot mondtak. Úgyhogy később aztán az öltöny elmaradhatott, meg a nyakkendő, hát ezek ugye a nylon fehér ing és a gumis nyakkendő és egyebek, amik csak hát mindenkinek csak szükséges kellék volt, mert igazából ez már nem a mi világunk volt. Ez aztán az ifjúsági parkban maradt meg, mert ugye az elhíresült Rajnák nevű igazgató megkövetelte, hogy csak fehér ingben és nyakkendőben lehetett belépni, és akinek kicsit hosszú volt a haja, minden este ott állt, vagy nem volt rajta fehér ing, azt nem engedte be, úgyhogy ott mentek az ing és nyakkendő kiadások. De amikor már 69-et, 70-t és 71-72-t írunk, akkor ezek már rég nem voltak, akkor már nagyon sok hosszú hajú fiatal volt, teljesen elterjedt normális, volt mindenki farmerban járt pólóban. Akkor már kialakultak azok a öltözködési stigmák, amik tulajdonképpen a mai napig uralkodnak. Tulajdonképpen az abhegyező óta az edzőcipő, farmernadrág, póló, egy baseball sapka, mondjuk egy napszemüveg, meg egy bőrdzseki. És akkor kezdődött ez a szütyős korszak, az alföldi cipő, és akkor jött az, hogy matracok a klubokba is lefeküdni, tehát egy lazább világ jött, nem csak politikai, hanem zene és klubvilág értelemben is. Egyébként még ehhez a kötelező öltözékekhez, ugye Csepelen is volt egy ifjúsági klub, ott nem Rákóczi tér. Rákóczi út. Most Rákóczi tér, akkor talán Vasmunkás térnek hívták. Igen, a Rákosi Mátyás vasművekbe járattál mellett. Azt követelték meg, hogy az emberen zokni legyen. Tehát oda zokni nélkül nem volt szabad bemenni. Tehát az emberek vittek magukkal egy pár zoknit, felvették, bementek és bent levették. Akkor én úgy látszik, hogy egy ilyen késői utódó vagyok, mert most megsugom nektek nagyon halkan, hogy a rádió hallgatók ne hallják, hogy én is zokni nélkül vagyok most, de ennek kizárólag az ok, hogy Faludi Gyuri bácsitól hallottam, hogy az nem egészséges a vérkeringésnek, a zokninak a gumia, az elszorítja az ereket. Zene. Nem még a klubok, maradjunk egy picit a klubban, tehát volt a Bercsényi klub, ugye, tudjuk, említetted már a Petőfi utcában volt, egyébként az, ha jól tudom, építők szakszervezet székháza volt, szemben a mostani Katona József színháza. Jazz klub, ahol most a... Nincs ott semmi. De van. Igen? Hogy állványok, ő van állványozva a ház, azt tudom. Az szándékos állvány. Az úgy tervezték, most a valamilyen építő szövetségnek van ott a Fuga néven van ott, könyvesbolt is van, irodák, stb. És a László Attila működte jazzklubot. Na látod, ott megyek el tanulatlanul és tudatlanul, és nem is tudok róla, csak nincs kiírva, vagy nincs jól kiírva, vagy nem tudom. Pedig oda szívesen elmegyek. Rossz talán a propagandájuk, de ott van, tehát a László Attila tart. Volt még ugye a Marcibányi téren, ha jól emlékszem. Most hát játszott az Interbrass, másik János. Abszolút. Én egyszer fölraktam a Facebookra egy fénykép albumot, és aztán azt egyre bővítettem, az egykori beat és rock klubok. És hát nem akarok nagy számot mondani, de úgy 70-80 körülit raktam föl, amihez még rengetegen raktak hozzá neveket vagy fényképeket. Tényleg elképesztő búmja volt ezeknek a kluboknak. Egyrészt a belváros tele volt, tehát mondjuk így Budapest belterülete, inkább a pesti oldalon, de azért Budán is voltak. Másrészt, amit én kevésbé ismerek, mert én ezekbe a körökben mozogtam, de aztán egy csomó haveromtól hallottam, hogy az összes kerületben nem csak egy a művelődési ház, hanem hát ilyenek például, hogy a 16. kerületben a Mosolygó Antal egykori kommunista vezetőről elnevezett kultúrház, amit természetesen vigyorgónak neveztek ugye az oda járó fiatalok, és hát a Danúvia nagyon híres volt Zuglóban, a Via aztán
az, azt hiszem ott is egy rádió stúdió működik most. A Lajos utcában volt a Liversing együttes klubja, rettentő híres volt. Hát ugye a várban, mert ugye ezek a zenekarokat meg lehetett különböztetni, voltak a belvárosi elegáns zenekarok, a futtatott, jól fésült fiúk, nem akarok senkit se bántani, de ez Angliában ugyanígy volt, a modok, és voltak a Németországban gemlereknek hívott, vagy rakkereknek hívott külvárosi, a fekete bárányok előzményei és elődjei. Hát ugye itt a korai Beatrice, a Radics Béla, vagy a P-Mobil legeleje, vagy bármelyik. Hát a... Nálunk ezt különböző számú téve jelölték. Igen? Tehát ezeket a zenekarokat, hogy a jól fésült... Igen, a három T. Háromtól az egyik. Az, igen, a tűrt, támogatott és tiltott. Igen, emlékszem. És a tűrt és a tiltottból nem volt átlépés, a tűrt és a támogatott között viszont nagyon könnyű volt lavírozni. Ott lehetett mozogni, mert amikor a Szörényék Pécsen valami kukába belerúgtak, akkor két évig kiestek a Pixisből, vagy amikor Londonban nyilatkoztak a BBC-nek, akkor is kiestek, de ők vissza tudtak kerülni mindig. De onnan lehetett, de az alsó téből nem lehetett. Nem, hát a Nemzet csótányának esélye se volt arra, hogy ő neki lemez felvétele készüljön, nem, a Ferónak. Nem csak neki, hát említette Török Ádámot, tehát volt három kis lemeze. Nem is tudom, mikor jelent meg az első nagy lemeze, 70-es évek vége felé, 78 talán? Vagy... Szerintem 79-ben inkább. 79-ben. Ez a Vissza a városba című. Akkor ugye ő már 14 éve zenél. Tehát ezt úgy kell és nézni. És az egyik és legnépszerű zenész volt. Baromi népszerű. Hát az egész tabáni ügyet gyakorlatilag ő találta ki. Ugye a Tabán az első kerület területén van, ez az első kerületi műfáz volt, és akkor ott valahogy ott a műfáz részéről, vagy ő, ott volt egy idősebb hölgy, sajnos nem emlékszem a nevére, és Margit néni. A Margit néni nagyon szerette az Ádámékat, és egy nagyon kedves hölgy volt, hát idősebb, hát valószínűleg nálam 20 évvel fiatalabb volt akkor, mostani énemtől, és a lényeg az, hogy ő nagyon sok mindenben pártfogolta az Ádámékat, és akkor az Ádámék találták ki ezt az egész tabáni bulit, amiből aztán, mint tudjuk, egy nagyon komoly ügy kerekedett. Biztos beleszámított az is, hogy ingyenes volt, mert ez egy nagyszerű dolog volt, egy demokratikus dolog volt, hogy azért ebben az országban mindig volt rengeteg fiatal, aki akkor a 20 forintot nem tudta kifizetni, most meg az 5000-et, vagy a 8000-et, vagy a nem tudom mennyit nem tudja kifizetni. A Tabán meg ingyenes volt, bocsánat. Tegyük hozzá, hogy a Bemrakpartot említetted, az meg az első kerületi tanácsnak volt a díszterme, ahol ezek a koncertek voltak. Bocsáss meg, hogy... Nem akarok a kákán is csomót keresni, de a díszterem az egy emelettel följe, az első emeleten van. Ez az Andrássy család, a Gróf Andrássy család gyönyörűséges, eklektikus Dunaparti palotája, mely ránéz a parlamentre, és én nem tudom végül is... tanácsterem. Igen, ilyesmi. És hát ez az egyetlen klub ma Budapesten, az egyetlen rock klub, vagy beat klub, nevezzük, hogy akarjuk, hogy blues klub. Engedd meg nekem, hogy azt mondjam, hogy folyamatosan működik azóta. Most már ritkábban, évente kétszer vannak az Ádámék, akkor ugye hetente voltak, hát ma már azt nem lehet előadni, de mégis van egy klub, egy, az az egy, amelyik működik ma. És egy dolog változott, a színpadot átrakták a másik végébe a teremnek. Egyszer majd megnézem. Elnézést, hogy most itt Tamást kérdezem meg, hogy hallottad te ezeket a dolgokat itt mai aktív zenészként, mennyire érzed irigylésre méltónak azt a fajta zenei vagy klubéletet, mint ami? Nagyon. Egy szó, minden távol. Nagyon. Hát nagyszerű lehetett akkor fiatal zenésznek lenni. Határtalanok voltak a lehetőségek. Tehát aki akkor egy rajzlapból, egy lombfűrésszel egy gitárt kifűrészelt magának, és valamit értett a pick-upokhoz, abból gitáros lett, szóval nincs mese. Mi már csak azért nem, mert az összes zenekar fölállt, mire én 14 éves. Én is alapítottam zenekar, tehát nem volt olyan srác, aki ne alapított volna a zenekar, de hát a miénk az nagyon primitív dolog volt, az három próbán jutott el, de hát legalább kellett, hogy az ember életében egy zenekar alapítás szerepeljen. De viszont tényleg azok a fiatalok, akik akkor zenekart alapítottak, rengeteg olyan név van, amire ma már nem is emlékszünk, Futuráma, tehát ezek már a nevek sem léteznek, viszont nagyon sok ma is élő, egzisztáló zenész kezdett ilyen no-name zenekarokban, aztán azokból bekerült a kicsit ismertebb körökbe. Hát ilyen volt például a Liversing, az
ugye nem volt egy ilyen... Hát az volt az illés... első nagy zenekarunk. Igen, de nem volt Illés Metro Omega kategória, ugye? De majdnem... Népszerűbb volt, mint az Illés Mega Metro. Azt tuti, bizonyos körökben, az biztos. Úgyhogy ők például, a Liver Sing, amikor indultak, hát a nagyon tehetséges emberek kezdtek ott. A Turi Árpi egyébként ma is zenél, derékigérő hajjal 60 valány éves korában nagyszerű frontember volt, és az is, ma is az. Hát a Szendrődi Zsolt volt a szólógitáros, egy akkori kornak talán az egyik legjobb magyar gitárosa volt. Hát tulajdonképpen a Barta Tomi, a Tátrai Tibusz és a Magyarósi, biztos kihagytam valakit, szóval nem volt olyan sok nagy név és nagyon nagy tehetség, hát a Radics Bélát hagytam ki természetesen, ugye, ahogy kell. Viszont a Szendrődi Zsolt nagyszerű gitáros volt, csak nagyon fiatalon beteg lett, súlyos beteg lett, mentális betegséget kapott, és a mai napig sajnos kórházban van, tehát évtizedek óta, és ebből a nagyszerű gitárosból hát lett egy súlyosan beteg ember, akit egyébként a Liver Sing koncerteken a mai napig is a fiúk el szoktak hozni, és fölmegy a színpadra és játszik. De viszont amikor a Rózsi bekerült a Liver Singbe, és a Pataki Laci, és a Szendrődi Zsolt szólógitárosként, akkor ők például Belgrádba adtak olyan koncertet, hogy ott szétverték a tanagrát. Tehát ma már azok a nevek maradtak csak meg, ahol Kossuth díj és Liszt Ferenc díj és nem tudom, és lemezek tömkelege, a Liver Singre már nem emlékezik. Ugye Orszáckival kapcsolatban is mondta, hogy nem feltétlenül mindig kapja meg az, aki megérdemelni. Nem vagyok hivatott ezt megítélni. Tudom, nem is akarok neveket mondani, mert senkit nem áll szándékomban megbántani. Inkább fordítva, ha valaki megérdemli, nem mindenki kapja. Olyan, mint a Nobel-díj. Igen. Többen érdemlik meg, mint ahogy megkapják. És én akkor egy picit az Orszáckihoz visszatérnék. Ugye kiment Ausztráliába, ott folytatta a zenei karrierjét. Időnként hazajött, adott itthon koncerteket. Már ez a bizonyos 2001-es Sirius koncert is már akkor volt, amikor ő már Ausztráliába. 76-ba ment el, és igen. Hogyha jól emlékszem, a 80-as évek közepén jött először vissza, tehát volt egy minimum 10 éves kihagyás, és ha jól emlékszem, akkor a Lágymányosi Műfházban volt ott az allé, most ugye így tájoljuk be a dolgokat, mögött egy tömbbel ott, ahol több nagy sikerű jazz koncertet is tartottak, későbbiekben ott volt az első visszaérkezés, az reveláció. És közvetítette a rádió. Azt nem is tudtam, nem emlékeztem. Akkor majd eljutatom hozzád, nekem megvan kazettán. Kösz. Legalábbis a koncert egy részlete, most viszont egy későbbi Orszáckij felvétel következik. A Tátrai Tibort is említetted, ugye ők sokat voltak együtt itt most vele, és még sokakkal már, ez jóval későbbi felvétel. Well, he met her. King Street, didn't waste no time, just outside a week, to give her everything. She was young and impressionable, a little bit fresh, just out of school. Take it easy if she can. Simple pleasures turn into pressure. Cigarette smoke and drinking wine. She doesn't know how cold the world can. But she learned real fast how to make him a fool. He said, oh baby, take it easy on me if you can. Oh,
you believe in outside that door. Aki énekelt, ez Tina Harold volt, Orszácki Jackie felesége, félig maori, félig holland és új-zélandi születésű, ők Ausztráliában házasodtak. Egyébként volt a magyar jazz életben egy másik óceániai házasság, a Csepi ott vette el a feleségét, de ő neki magyar felesége volt, csak mind a ketten turnéztak. Azt hiszem Pápua Új-Guineán volt az ő esküvőjük. Tehát ez ebben a szempontból Orszácki már nem úttörő. Viszont amit említettél, hogy jazzistaként ment el, és amikor már először visszajött, már akkor sem volt igazán, az később meg még... Hát funky felé ment el szerintem, ez is illusztrálta ez a felvétel. Ő egyszer egy koncerten ezt ki is fejtette, hogy ő ritmusképletet váltott, tehát ő gyorsabb lett. És tulajdonképpen én nem vagyok zenész, de én ezt nagyjából úgy érzem, hogy egy gyors blues meg egy funky között már nincs is olyan nagy különbség. Tehát lehetnek a zenei alapok hasonlók, csak mivel gyors, ezért egész más lesz a zene maga a fülnek, tehát a benyomás. Volt például egy, a Dem együttesnek volt egy nagyszerű száma, a Baby Please Don't Go, nem tudom, hogy ismeritek-e, egy ilyen baromi gyors szám. Most ezt, amikor először meghallottam eredeti blues felvételben, akkor kiderült, hogy ez egy baromi lassú blues szám. És megváltozott a... Tehát rockiztak rá a fiatalok a Baby Please Don't Go-ra. Tehát a ritmus, hát most természetesen Vizi Molnárként nyitott kapukat döngetek a zenei elmélet terén, de ez tényleg így van, hogy a Jackie az átment funkiba, amit nyilván tehát ez valószínűleg abból ered, hogy ő azért szerette tartani a lépést a korral, tehát nem akart begyöpösödni.
Másrészt pedig hát Ausztráliában nyilván más volt a zenei közeg, meg a közönség igénye, és ő abban is ugyanolyan nívosat és színvonalasat tudott alkotni, mint a jazzben, a jazzrockban és a bluesban a korábbi években. Hát a közönségnek is változott az ízlése, és a elvontabb műfajok felől egyre inkább mentek a könnyebben emészhetők felé. Igen, de Magyarországon szerintem egy kis értetlenséggel fogadtuk az ő funky ügyét. Tehát nem is az, hogy értetlenséggel, hanem vannak ilyen toposzok, ilyen elvárások, hogy ismersz egy zenészt 20 éve, és akkor végre hazajön 10 év után, és alig várod, hogy akkor most ő megint lenyomja a Hendrix-től a Manic Depression-t, és nem. És egész más lesz a játék. De hát ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem élveztük, csak egy kicsit hozzá kellett szokni ez a dologhoz. De amikor aztán a Szigeten a Sirius koncertet adták elő, akkor természetesen az úgy volt Sirius, ahogy ott arról volt szó, tehát ez nem jelentett problémát. Egyébként hadd rakadjam meg az alkalmat, hogy szerintem a Pataki Laci az viszont egy élő zenészként méltatlanul elfelejtett zenész, mert ha a mai billentyűseket nézem, most az idősebb generáció, nem ismerem annyira a fiatalokat, akkor ő az egyik legtehetségesebb szerintem, és hát nem kap kellő lehetőséget. Szóval hát nem tudom, kitől kellene kapjon lehetőséget, meg egyáltalán van-e, akitől lehet kapni lehetőséget, meg ez hogy működik? Én annyit tudok, hogy ő Bécs és Budapest között pendizik, és kisebb helyeken lép fel, és egy nagyszerű zenész. Ez így van, ennek ellenére azt kell mondjam, hogyha akarod őt most látni nem sokára, lesz egy Török Ádám Mini Big Band koncert, ahol szombaton. Fellép majd az Apa Sirius emlékzenekar, és a Pataki László is jelen lesz a koncerten, úgyhogy ha akarod őt látni, ott akkor ez most meg fog történni. Ott a helyen. Hát a Pap Gyula még egy ilyen nagyszerű billentyűs, aki a Mininek a klasszikus felállásánál volt jelen. Én most novemberben hallottam őket, a Mini eredeti felállását, 71-es felállását. Elképesztően jó volt. Nagy Pista basszus, Ádám, és a Pap Gyuszi az elképesztően jó volt. Tehát ők csinálták meg gyakorlatilag a Gyula a Bartók este a székelyeknél, és akkor ezt egy ilyen bluesos hangszereléssel, hát tényleg most is bizseleg a hátam, hogy belegondolok, és meg kell említenem Nemecseket, Németh Tamás dobost, aki hihetetlen, hogy annak dacára, hogy igazából nem kap lehetőséget, úgy büfölte a dobokat, tényleg, mint hogy egy percig onnan föl nem állt volna, és hozta a régi dolgot, ezt a bizonyos fúvós cuccot, amit bevezette a dobba, és fújja közt, amit a Billy Cobham-től lesett el, de nagyon jó, hogy elleste. Igen, mert megváltoztatja benne a légnyomást, és más lesz a emelkedik egy ilyen glisszandó szerűen a hangja, hogy így ráfúj, nagyon-nagyon jó pofa dolog. Hát egyszer talán minél is beszélgethetnénk, mert meg a Radicsról, Rákfogóról, Interbrassról, azt hiszem Rákfogóról, Interbrassról nincs is dokumentum, nem tudom, hogy egyáltalán készült a lemez. Hát az új Rákfogóról valami felvételek arról akadnak, igen, az ilyen összeállítás. Összetételben sem azonos. Sem teljesen más. Csak a nevet hitték, igen. Az eredeti Rákfogóról, tehát amiben... De hozzáteszem, hogy ugye a kis Rákfogóban is a szaxofonos, aztán világklasszisan nőtte ki magát, de köze nincs ahhoz a zenekarhoz, amelyik nem Magyarországon a jazzrockot... Sajnos ezeknek nincs lenyomata. A legtöbb korai zenekarról semmi nem maradt fenn. Hát a Bajtala együttestől mindenki csak a Cigánylány című, egyébként nagyon aranyos számot ismeri, de fogalmuk sincs, hogy ott milyen jazz és jazzes hangulatú esték voltak, hogy a Bögöly az egyik legjobb bögős volt abban az időben. Hát amikor És énekes, így van. Amikor a Hendrix meghalt, két nappal később a Kína Ganzmávakban, a nagy kultúrteremben, ahol ugye a Fekete Lyuk volt aztán később, ott a Bajtala és a Sirius együtt egyszerre a színpadon. Most megint lútbőrzés esete forog fenn nálam, ahogy én arra visszagondolok, hogy ahogy a Jackie és a Bögöly ketten álltak elő, énekeltek és bőgöztek egymásra. Tehát nyilván nem olyan egyszerű dolgok voltak, hogy ugyanazt lenyomták, hanem az ott működött. És nem is tudom, már Bajtalának kidob volt a Veszelinov, Andris volt a Siriusnál, és akkor éppen nem, mert Bajtalánál sokszor változtak a dobosok, de nagyszerű dobos volt az is. És hát a Bajtala volt, ugye a Bajtala Jancsi az egyik billentyűs, és a Pataki Laci volt a másik, és akkor a fúvó szekció meg dübörgött alá.
Ilyen koncertek Csepelen voltak a Radnotiban, amikor a Mini együttes, a Sirius együttes és a Radisnak, akkor azt hiszem éppen az Aligátor volt az aktuális zenekar, egyszerre voltak színpadon, és három dobos. Ez már nem is jam, ez lekvár. Igen. Még egy zenét tudunk mutatni itt a hallgatóknak, és remélem irigykedtél, hogy ilyen zenei élet volt Magyarországon. Folyamatosan. És szerintem megint elfelé haladunk. Hála Istennek. Hogy mondom, egy központi irányítás, ahol kikerültek a zenészek, biztos, hogy nehezebb nekik, de mintha több aktivitás lenne bennük megmutatni magukat, mint mondjuk akár csak 5 évvel ezelőtt is. Én egy Tar Dávid nevű fiatal gitáros fiút láttam például egy évvel ezelőtt egy sörözőben, és tényleg az embernek szembesülnie kell azzal, hogy fantasztikus fiatal tehetségek vannak, és hát nincsenek meg azok a lehetőségeik, amik akkor. Tehát hát akik akkor, azok jókor jó helyen születtek, idézőjelbe téve. A másik az, hogy ez a Big Band ügy, ez nekem nagyon tetszik, amit az Ádám elindított. Hiányzik Magyarországon, mindig is hiányzott a Big Band, ami egy nagyszerű dolog. Lengyelországban ősi hagyományai vannak, az összes amerikai Big Band járt Lengyelországban, és Lengyelországban nagyon sok Big Band működik ma is. Tehát indulnak dolgok, én el szoktam néha menni a Róma bárba, a Csalogány utcába, a Török Ádám és a zenész barátai, Babos Gyula és a többieknek ott van. Na ez egy kicsit ilyen orris hely, ott gyűlnek össze a zenészek, és nagyon jó oda menni és látni, hogy jönnek és haverkodnak, és beszélnek zenei ügyekről, és adott esetben formációk is alakulnak ott. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. A műsoridő az mindig ellenség. Ilyenkor még egy zenét be tudunk játszani, ez egy trió lesz, Szakcsi Lakatos, Béla Kőszegi, Imre és Orszácki Jackie triójá fogjuk mondani. Viszont a